hajnali 4 óra 47 van, az kevés. Az nagyon-nagyon kevés, és már fenn vagyunk. Mennyi ideje vagyunk fent? Hát már két órája? Egy? Egy több. Nem, két, igazából két órája megkeltünk magunktól, és egy órája megcsipogott az ébresztő, szóval egy kicsit fáradtan, de Bécs felé tartunk, hogy elrepüljünk. Veszünk reggelit. Megjegyzem, itt Moson-Magyaróvár mellett simán amerikai ára van a péksütiknek. Szóval a tervünk a következő, elmegyünk Bécsbe, ahol felszállunk az Aldi utazásnak a charter járatára, és azzal elmegyünk egészen Szardíniáig, és valamikor ilyen 9 óra 30 perc magasságában már ott is leszünk ezen a csodálatos szigeten. Megpróbáljuk elfoglalni a szállásunkat, hogyha lesz rá idő, de hogyha nem, nézzétek, egyre jól néznek ki ezek a szélerőművek itt mögöttem a felkelő nap előtt. Szóval, hogy megérkezünk Szardíniába, és nem csak egyszerűen oda megyünk, hanem a szállás elfoglalása után gyakorlatilag azonnal felvesszük a kapcsolatot helyi erőkkel, és részt fogunk venni egy ilyen szárd buliban, ami konkrétan ebben az esetben azt jelenti, hogy leülnek mindenféle birkát, és azt megesszük valahol a semmi közepén. Nem a semmi közepén, hanem a csodálatos Szardínia közepén. Na, menjünk! És nem csak azért jövünk sokkal kisebb bőröndökkel, mert rövidebb időre megyünk, mint Amerikába, hiszen ez csak néhány nap, vagyis egy hét a három héttel szemben, hanem mert az autó sem enged meg más, de erről majd egy kicsit később, Szardínián. És azt tegyük hozzá, hogy Budapestről nézve például nem tűnik elsőre logikus döntésnek Bécsből indulni, de Nyugat-Magyarországról meg? Abszolút, közelebb van Győrhöz a bécsi reptér, mint a budapesti, sőt, még a pozsonyi is közelebb van. Azt számogatjuk, hogy 6 óra 6 perc van, és van 1 óra 20 percünk a gépindulásáig. Úgyhogy 1 óra 20, 24, úgyhogy ilyen még nem volt. Egyáltalán egy icipicit sem kell sietnünk. Úgyhogy darabokra szedtek, még így is rengeteg időnk van. Robit mindig darabokra szedik, nagyon sok a technika, és olyan gyanúsan viselkedik. Hi, és nézd, ott az új barátom, Párizsba ismerkedtünk meg, ott összefutottunk, aztán dumáltunk. Tudod? Tudom, sajnos tudom. Az új legjobb barátom. Azt mondja, hogy ha valaki az Aldi utazásra jön, akkor jellemzően itt az euro turcos táblát kell nézni, de mi egyénileg csapunk bele a lecsóba, és átvesszük végre azt a kis autócskát, amivel érdemes nekivágni egy ilyen olasz kalandnak. Ez egy kicsit kisebb lesz, mint az amerikai autó, de igen. Olaszország másról is szól. De én nagyon-nagyon nem számítottam ennyire csodálatos időre, és ez a reggel itt annyira jó és kellemes meglepetésként ért, hogy nem tudok vele betelni. És nem sokára autóból is kiélvezzük majd ezt a csodálatos napsütést. Igen. Miért is? Ez kabriónk van! Hello! Szóval igen, ezzel az 500-as kabrióval fogunk mindenfele csapatni Szardínián. Kipróbált rendszer, mert tavaly, amikor Dórával elmentünk Baszkföldre, egy pontosan ilyen autót béreltünk, és akkor pontosan ugyanezekkel a bőröndökkel utaztunk. Úgyhogy ez mindenféleképpen bele fog férni. A legrosszabb kombináció van nálam most ever. Hello! Hey. Ó, hogy eltűnik a kis hátsó szélvédő? Ez akkor ilyen targa-szerű? Targa vagy? Lényegében, igen. Megérkeztünk
megérkeztünk a pásztorbuliba. Nem biztos, hogy ez a helyes definíció, de itt minden esetre sok pásztor él, és azok, akik itt élnek, azok most buliznak. Úgyhogy ha összerakjuk a kettőt, akkor már ki is jön, hogy ez egy pásztorbuli lesz. Szóval már itt is vagyunk San Leonardban? San Leonardóban, és nem véletlenül vagyunk itt, és nem magunktól találtunk ide, hanem Alettnek köszönhetően, aki magyar, ugye? Igen. De már itt élsz mennyi ideje? 9. éve. 9. éve, és aztán miközben nyomoztunk a különböző szardíniai lehetőségek és események után, valahogy megtaláltuk egymást, és hát Alett egyből mondta, hogy lesz ez a buli, amikor érkezünk, úgyhogy ki ne hagyjuk, és jöjjünk el ide, ahol most mi fog történni? Körmenet? Vagy pontosan mi igen, van? Igen, ez egy körmenet, a Szent Leonárdot fogják végigvinni a tanyán, ezzel áldják meg az egész tanyát és a tanyasi lakókat. Jaj, köszönjük szépen. És mit tudtunk meg? Hogy... Helyi sör. Helyi sör, és lehet inni. Ihatunk 0,66-ot. Igen, vezetés előtt. Hogy kell kocintani? Salute. Szóval, hogy bármiféle elképzelésetek legyen arról, hogy hol is vagyunk és hogy mi ez a hely, szóval Szardínián vagyunk, ami Olaszországhoz tartozik. Ez a földközi tenger második legnagyobb szigete és a világon egyébként a 46. legnagyobb sziget. És a 25 ezer négyzetkilométeres, szóval negyed Magyarországnyi, és a szárdok lakják, akik ugyan olasz jellegű nyelvet beszélnek, de nem az olasz nyelvet beszélik, csak egy latin nyelvet, és nem is olaszok, hanem teljesen sajátos, senki másra nem jellemző genetikai mixük van. Szóval ők ott mögöttem a szárdok, akiknek van egy csomó izgalmas feature-ük, amiket majd be fogok mutatni a következő napokban, de hogy spoilerezzek kettőt, szóval a vérbosszú az a mai napig azért még dévig közöttük, és ő nekik van az egyik leghosszabb életük a világon. Szóval ez a régió ott van a között a négy között, ahol a leghosszabb ideig élnek az emberek. Úgyhogy a szárdok minden esetre tudnak valamit, és azt kell, hogy mondjam, hogy a sörük is elég jó. Azt olvastuk, meg azt hallottuk, hogy a vérbosszú, mint olyan, az része a kultúrának. Még mindig? A mai még napig? Mindig. De ez mit jelent? Hogy az emberek mennek egy fegyverre és agyonlőnek valakit, mert csúnyán csinált valamit? Vagy? Igen, tehát itt nagyon nagy hagyománya van még mindig annak, hogyha valaki valamit okoz, valami kárt okoz. Ez valakinek, vagy személy, tehát nem vérbosszú, hanem a szemet személy. Nem, mit jelent nem, ez? Tehát itt konkrétan ezek a bombát rakok az autód alá, a házadba, tönkreteszem a vállalkozásodat, igen. De mit kell ahhoz nekem tennem, hogy én bombát kapjak az autóba? Hát itt elég az is, hogyha megsértesz valakit. Ez most komoly, ha igen, valakit megsértek, igen, bombát rak az autómba? És mi számít sértésnek? Mondjuk, ha lefilmezed. Nem. De mire vigyázzunk? Oké, mondjuk ilyen három jó tanács, mit ne csináljunk soha egy szardéniaival, hogy ne rakjon bombát a kocsinkba? Ne sértegesd a családját. Nem tudok olaszul, úgyhogy ez oké. Jó, erre nagyon oda kell figyelni. És itt a pásztoroknak maga az állattartomány az a másik. Tehát az állatot, ha elkezdem sértegetni, hogy micsoda egy szarguja már, ez akkor felrobban? Elviszel egy birkámat, akkor lehet, hogy az én férjem az azt mondja, hogy na, akkor keressük meg a magyarosi csabát. És megy egy puskával, vagy micsoda? Igen. Tényleg? Hát ez tetszeni fog nekem ez a sziget, ha túléljük, nagyon-nagyon fog tetszeni. És akkor ragadjuk meg az alkalmat, hogy megemlítsük a sorozat másik szponzorát is. Fogalmam sincs, hogy a biztosítás.hu-nál lehet-e olyan biztosítást kötni, ami véd az ellen, hogy valamiféle vérbosszúnak lesz a részese itt Szardínián, de minden esetre, hogyha odalent a videó alatt megnézitek a linket, akkor a 10% kedvezménnyel tudtok továbbra is biztosítást kötni az európai utazásokra. Szponzorblokk vége, nézzük meg ezt a körmenetet. Thank you.
És most idejött hozzánk a polgármester helyettes, aki megköszönte, hogy felvettük ezt az eseményt. Mi azon átváltottunk keresztapa üzemmódba, és megköszöntük neki a megtiszteltetés, hogy itt lehettünk, szóval szerintem sikerült aklimatizálódni. És most egy ősi rítus fogunk együtt megülni. Meghív minket egy italra. Salute! Marco, questi sono i registi di oggi. Salute! Chiedi prima che l'animamo, non venuti apposta per la festa. Oggi? Qua? Sì. No, da ah, azt kérdezi, hogy igaz, hogy ti Magyarországról a San Leonardo ünnepségre jöttetek, ugye? Emiatt jöttetek Magyarországról a San Leonardo. Erre mit szabad mondani? Mit kell erre mondani? Nektek nagyon nagy megtiszteltetek. Hát nekünk nagyon nagy megtiszteltetek. Abszolút. Igen. Amikor megtudtuk, hogy ez van, akkor kezdünk el igazán örülni. És ez így is van. Ez így van. Ez tök így van. Ez tök igaz. A hivatalos nyelv az a szárd, azt azért tudnotok kell. Az mennyire más, mint az olasz? Nagyon más. Tök más. Teljesen. Tehát az, aki beszél olaszul, az nem érte meg a szárd nyelvet. És az, hogy bandukolunk lefelé most már a hegy tetejéről, oda a mulatságba, méghozzá polgármesterre, vagy polgármester helyettes? Alpolgármester. Alpolgármester, és az, hogy egy kicsit aggod a nyelvem, az azért van, mert hogy itat minket folyamatosan. Nagyon aranyos, és nagyon finom a helyi sör, az is. Te ezt tudhatod, mert már vagy ötöt megittál. És most... is nusá. Én nem szoktam olyan nagyon sok sört inni, hármat megittam, gyakorlatilag folyamatosan süt a nap, és már kezdek kivetkőzni önmagamba, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz itt, mert még lent is itatni akar, meg etetni akar minket. És közben... még csak fél kettő és van. És csak fél kettő van, és közben nagyon kedves mindenki. Igen, nagyon. Nagyon. Vajok lesznek, vajok. Azt mondta, hogy most megérkezünk ide majd erre, ahol inni lehet. Itt iszunk egyet. Jaj, ne. Nagyon szeretni, hogyha... Tudtam, hogy ez fog történni, hogy ennek nincs vége. De milyen jó a program, nem, hogy fenn vagyunk a hegyen, megköszöntjük a szentet, ennek örömére iszunk, majd lesétálunk egy percet, és annak örömére, hogy lejöttünk, iszunk. Azt kérte, hogy most, hogy ide lejöttünk, hogy emeld már fel a drónt, és hogy vedd már fel itt ezt a részt is. Felveszem! Persze, itt érdekel engem, felveszek én bármit. Azt kéri a polgármester, a leendő polgármester, a jelenlegi alpolgármester, hogy vegyen fel. Ki vagyok én, hogy nevet mondjak Szardéniát? Via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. És most azért sietek, mert miközben azokat a lányokat vettem, ami asztalunkhoz is meghozták a tésztát, és a világ minden pénzért sem szeretnék. School. Lemaradni róla. De nem is fogok, megérkeztünk. Ott hozzák a tésztácskákat. Melyik a műsorunk ez? Hello! Mi a helyzet? Szia! Via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Di uno innamorato di te. Na lássuk csak, szóval ezt a tésztát előttünk készítették, van benne tészta, van benne valami hús, és ipari mennyiségű sajt is van benne. Paradicsomos tészta sajttal. És az előétel. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. Hoppá, egy megfigyelés. Figyelj! Ezek a találós kérdések nekünk mindig nagyon mennek. Mit nem csinálnak a helyiek? Mit nem csinálnak az emberek ebben a buliban? Dohányoznak. De dohányoznak, mint az állat. Nem erre gondoltam. Isznak? Isznak, dehogy nem, isznak, nagyon is isznak. Nem csinálnak valamit, ez arra jutott eszembe, hogy valaki csinálta. De hogy senki más nem csinálja, amit otthon, meg a világon mindenhol csinálnak az emberek, amikor összejönnek társaságban, és amit nem kéne csinálniuk. Amikor társaságban vannak. Nem telefonoznak? Nem nyomkodja senki a telefonját. Látod? Nézd körül, mindenki beszélget. Sehol senki nem nyomkodja a telefonját. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Hát eljött a húzikánk is. Ungaria. Very beautiful, the woman.
Grazie. Szóval, hogy lefeküdtünk ide, Robi ott aludt, én megint aludtam, amikor... Kartofano o carne. Diamo le patate, le cipolle, le carne. Szóval, hogy itt feküdtünk, és jöttek ide, hogy megette a húsi. Felébresztettek minket, én rohantam is egyből. It's good. Grazie. Good. Noi. Carne, carne. Carne. Ok, grazie. Grazie. Io non parlo l'ungherese. Grazie. Nem parlo niente. Good work. Nagyon-nagyon-nagyon sok. És megdicsérték a magyar lányokat is, és nem tudunk velük vitatkozni. Ez az én tányérom, ebből lettem én. Az a te tányérod. Igen? Na, tartottam a sor, de adok neked szívesen bármiből. Mennyire milyen? Teljesen jó. Pont, figyelj, ránézel, akkor van valami elképzelésed arról, hogy ez milyen. És pont olyan. Imádom ezt a napot. Annyira örülök annak, hogy ez összejött, és nem valamiféle szűrőn keresztül látjuk, hogy milyen Szardínia, hanem itt vagyunk egy ilyen buliban. Eszük a hagymájukat, beszélgetünk velük, ízletes a jó fejek, barátságosak, kedvesek, még senki sem akart rajtunk vérbosszút venni. És nem győzünk megköszönni Anettnek, hogy volt olyan jó fej, hogy elhozott ide minket. Robi, tudod, mit van neked? Nem. Nem most komoly? Velős csontom. Uh-huh. Van egy velős csontod is. Én attól múltkor akkorát hánytam. Akkor add nekem, majd én megeszem. Én kicupákolom az egészet. Tényleg nekem adod? Kérdés nélkül. Köszönöm. It's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-do, chi-bom, chi-bom-bom, da-di-do-di-do, chi-bom, chi-bom-bom, da-di-do-di-do. És azon a padon, ahol az előbb ettük a kaját, egy icipicit elaludtunk. De pont a megfelelő időpontban felpattantunk, és ide értünk, hogy megnézzük Anettet és csapatát. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-bom, chi-bom. 4 éves vagy? 5 éves vagy? Da-ti-do-di-do. Mutasd. Öt éves vagy már. Öt éves nagy fiú? Az igen. Hat éves? Az leszel? Nem sokára hat? Mennyi idővel később? Hogy micsoda? Itt vagyunk mennyi idővel később? Mihez képest mennyi idővel később? Hát ahhoz képest, amikor legutoljára beszéltem a kamerába. Mert még mindig van söröd. Nem mindig, hanem már megint van söröd. Szóval lassan elindulunk vissza a szállásunkra, mert egy kicsit hosszú volt ez a nap, most már 16 órája vagyunk fent, és még vezetnünk is kell egy kicsit. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és Robinak volt egy tök jó észrevétel, hogy elképesztő, hogy néhány héttel ezelőtt még egy amerikai rodeón voltunk, most meg egy ilyen szárd buliban. És az a helyzet, hogy elég nehéz összehozni azt, hogy a helyekkel tudja elvegyülni, de mindig nagyon-nagyon érdemes, mert egészen másfajta élményt kapsz, mint amikor csak a turista ösvényeken mászkálsz. És ne felejtsük el, hogy hallgattunk mexikói stramlit is, még valahol Dél-Kaliforniában. Így van. Itt meg itt az olasz stramli. Itt meg az olasz stramli, és az a helyzet, hogy úgy elsőre talán az ember a különbözőségeket veszi észre, hogy mennyiben más mondjuk egy ilyen szárd buli, mint amilyen volt tavaly a baszk buli, ahol te nem voltál, de én voltam Dórával, vagy amilyen egy magyar buli, de aztán, ahogy az ember eltölt itt egy kis időt, akkor rájön, hogy nagyjából az egész világon pontosan ugyanúgy mulatnak az emberek, nem? Zenét hallgatnak, idogálnak, és na, ennyi és a történet. És mindenhol szól a stramli. Szóval nagyon jól éreztük magunkat. Mára nagyjából ennyi, de holnap jelentkezünk, és elmerülünk Szardínia csodálatos történelmében. Úgy legyen. Sziasztok! Cső.